Az úszó nemzetprogramhoz csatlakozott Kistelek is. János Edélt kérdeztük a program céljáról és a részletekről. Kistelek is csatlakozott és tagja lett az úszó nemzet programnak, erről kérdezzük Jánosi Adélt. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a programról, hogyan is jött ez a lehetőség, hogy Kistelek csatlakozhasson. Én is mindenkit köszöntök sok szeretettel. Igen, Kistelek is ebbe a szerencsés helyzetbe került, hogy az UNP-hez, az úszó nemzet programhoz tudott csatlakozni. Összesen az egész országban ehhez most 20 város csatlakozott. A délalföldi régióból Kistelek lett kiválasztva, Kecskemét és Szarvas, tehát az egész délalföldről. És a lényeg ennek a programnak, hogy a gyerekek ingyen tanulhatnak úszni a nagycsoportos korosztálytól második osztályig. Tehát 3 éven keresztül egy adott gyermek ingyen tanul úszni, és minden felszerelést is megkap ehhez. Megkapja a papustól az úszósapkáig, úszószemüvegig, a zsákig mindent, eszközt, amivel tanulnak úszni, az oktatókat, a vízfeletet. Most ugye Kisteleken ez már működött eddig is. Itt igazából a nagy lépés Kisteleket körülvevő, 20 percen belül elérhető kis településekről van szó, akik nagyon szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen vadiúj buszokkal hozzák őket, pontosan Balástyáról, Pusztaszerről, Ópusztaszerről, Baksról, és Csengeléről. És erről az 5 településről a nagycsoportosok, és jelenleg az első osztályosok járnak így ingyenesen úszni, tanulni, és szeptembertől a mostani első osztályosok folytatják második osztály végéig. És így kapnak egy 3 éves képzést, és elméletileg ebben a 3 évben azért elég biztos úszástudást kell, hogy megszerezzenek. Az úszóprogram keretein belül ugye itt a úszoda területén, környezetében egy-két felújítás, fejlesztés is zajlott. Mik voltak ezek? Hát egy kicsit rendbeszedtük az öltözőket, átalakítgattuk, hogy még nagyobb hely legyen. Új fogasok kerültek fel, le lettek festve, tisztasági festést kaptak az öltözők. Fogasokat tettünk fel az ő magasságuknak megfelelően, illetve érkezett 5 nagy teljesítményű hajszárító, amit kisgyerekek is önállóan tudnak használni, hiszen nem kell fogni semmit, csak jön a levegő, és így könnyen, gyorsan megszállítható a hajuk. Mert hogy egy egész osztályok jönnek ebbe a programba, tehát nincs olyan, hogy felezzünk egy osztályt, hisz külső településről a tanító nem tud ketté szakadni, így muszáj egész osztályokat hozni. És az viszonylag nagy létszámokról beszélünk azért, és így muszáj volt a plusz hajszárító is, illetve éppen emiatt több oktató is dolgozik velük. Tehát egy osztállyal 4 oktató foglalkozik, mindenki a saját maga szintjén tanul úszni, és a programnak ez egy nagy hatékonysága lehet, hogy mindenki úgy tud haladni, ami az ő szintjének megfelelő, és így szerintem szárnyakat kaphatnak a gyerekek, mert azért én saját tapasztalatból tudom, hogy úgy dolgozni, hogy egy csoporton belül akár 3-4 féle szinten van a csoport, és úgy differenciálni ugyan lehet, de olyan szinten már haladni, ahogy most, azért azt gondolom, hogy nem. És akkor nagyon bízom ennek a hatékonyságában. Mik a tapasztalatok így a programot illetően? Itt most még mindenki tapogatózik igazából, az oktatók is, a gyerekek is ismerkednek az úszodával, a légkörrel, az oktatók a gyerekekkel, hogy hogyan is osztuk be őket, szintfelmérés zajlott eddig, hogy körülbelül ki melyik csoportba fog tartozni. Már látjuk, hogy vannak olyan ügyes gyerekek, akik már a mélyvízben kezdhetik már az első héten, tulajdonképpen már hát nem kezdték, mert ők már nyilván tanultak ezelőtt is, de hogy már akkor ők tudnak ott tanulni, eddig ugye nem tudtak, mert az előbbiek miatt mondtam, hogy nem tudok több helyre szakadni, és már nagy vízbe is úszik, úgyhogy eddig nagyon jók a tapasztalatok. A gyerekeknek tetszik ez a sok színűség is, úgy látom, az oktatók is nagyon kedvesek. Új eszközöket kaptunk az Magyar Úszó Szövetségtől, rengetegféle játékos eszközt is, úszófelszerelés, vagy úszás oktatáshoz lévő eszközt, deszkákat, meg különböző eszközt kaptunk, amivel az úszás oktatás hatékonyságát növelhetjük. Európa bajnok bronzérmes lett Magyar Malka. Őt és edzőjét kérdeztük a sikereiről és magáról a sportágról. Európa bajnok bronzérmes lett Magyar Malka. Köszöntöm őt és Malka edzőjét, Kádos Kálmánt.
Először is mesélj kicsit arról nekünk, hogy hogyan is kezdted ezt a sportágat, és miben is lettél bronzérmes. Először is úszni kötelező volt, és amellett kellett még egy sportot csinálnom. Anya is mondta, hogy választanom kell egyet, és akkor ott volt Csongrádon, felajánlották nekem, hogy mehetek oda fitkidezni, és akkor ott kezdtem el. Utána mentem versenyekre, ott 20-20-an voltak, és ott második lettem, harmadik, negyedik voltam. Az első versenyben harmadik voltam, és így jutottam ki az EB-re. Öntől pedig először, hogy mit is látott így Malkába, és hogyan is találkoztak önök? Malka szüleivel mi ismertük egymást, ugye csongrádiak vagyunk, és én valamikor Csongrádon voltam edző, aztán utána átkerültem Szentesre, és akkor, mikor Malka elkezdte ezt a fitkidet, ez egy nagyon összetett sport, akrobatika, tánc, erőelemek, gazdasági ugrás elemek találtok benne, akkor a fejlődéshez, a továbbfejlődéséhez úgy gondolt az édesanyukája, hogy megkeresnek engem, és akkor én már Szentesen tartottam edzéseket, és hát jártak hozzám Szentesre. Aztán utána, mikor Félegyházán beindítottam ennek a fitkid vonalát tulajdonképpen, akkor úgy döntöttek, hogy végül is átigazolnak hozzám, és akkor a Victoria Fitness Sport Egyesületnek a tagja lett a Malka. Egy iszonyatosan tehetséges kislányról van szó, ez is bizonyítja, hogy ugye harmadik helyet ért el az Európa-bajnokságon, amit sajnos online tartottak az idén a Covid-helyzet miatt, de remélhetőleg most az idén már élesben fogunk valahova utazni. Mesélsz arról, hogy hogyan is értett meg ezt a versenyt, hogyan is zajlott, ugye kicsit másabb volt egy online formában, de milyen érzés volt? Először is nagyon izgultam, mert után az első versenyemen ott harmadik lettem, és nagyon izgultam, ott felvették, és elküldték ugye a bíróknak. Hát nagyon kiélezett volt a verseny, heten indultunk, és nagyon jók voltak az ellenfeleim is. Kicsit beszélhetünk erről a sportágról is, így a fitkidről, hogy miről is szól pontosan, és mi is ez? Tulajdonképpen ez egy magyar találmány, ezt 25 évvel ezelőtt találták ki Szolnokon. Több sportágat próbáltak összeütvözni, megtalálták benne a torna elemei, a ritmikus gimnasztika elemei, aerobik elemek, és hát tulajdonképpen magát a gyakorlatot, ilyen tánc, egy koreográfiát kell csinálni a korosztálynak megfelelően. És hát tulajdonképpen a kezdők ugye a harmadosztályban indulnak, onnan föl lehet jutni a másodosztályba majd és az első osztályba. És hát ugye kötelező a feljutás, tehát hogyha háromszor a dobogóra áll a kislánya egy mondjuk a harmadosztályban, akkor kötelező neki másodosztályba kerülni, ahol már magasabb értékű elemeket mutathatnak be, és tulajdonképpen az első osztályból, és most már hál' Istennek a másodosztályból is Európa-bajnokságokat rendeznek. Eleinte egy-két ország volt benne, most már Európában nagyon sok ország csatlakozott a fitkidhez, és ha minden igaz, a Lengyelország fog most csatlakozni, ahol állítólag szeretnének is Európa-bajnokságot rendezni. Neked mi is a kedvenced ebben a sportban, és miért is szereted? Hát igazából azért, mert lehet hajlékonyságit is lazítani is, és imádok ugrálni is, úgyhogy ez így az összetett, meg táncolni is nagyon szeretek, úgyhogy ez így összetett nekem. Szeretem belőle. Mik a tervek, így közösen kérdezném, így a jövőre nézve? Mindenféleképpen március 12-én kezdődik Kiskun Halason az első verseny a Malkának. Tulajdonképpen három verseny van egy évben, és a három verseny összesített eredménye alapján dől el majd, hogy kik mehetnek ki az Európa-bajnokságra. Mi nagyon-nagyon szeretnénk mindenféleképpen kijutni. Van is rá esély, tehát maga egy nagyon-nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas, hihetetlen akarattal rendelkező kislány. És hát én úgy gondolom, hogy félhetnek is tőlünk. Természetesen, hogyha majd első osztályba feljutnánk, azért az már keményebb. Tehát az a krémje tulajdonképpen, mint minden sportban ugye az első osztály, de én úgy gondolom, hogy mi készen állunk arra, hogy ezt végigvigyük ezt az utat. Kisteleken még ilyen sportolási lehetőség nincs. Hogyha a közeljövőben erre lenne lehetőség, akkor hogyan is zajlana ez, vagy mit hogyan is lehetne ide jönni, jelentkezni? Igen, mi is gondolkodtunk már ezzel a kérdéssel, foglalkoztunk Malka édesanyukájával, és hát azt hallottuk sajnos, hogy nincsen helyszín Kisteleken, holott érdeklődés lenne rá.
ez egy nagyon csajos sportág, nagyon szeretnek a gyerekek táncolni, ugrálni, mozogni, lazítani, és hogyha lenne megfelelő helyszín, akkor elgondolkodnánk rajta, és akkor lehet, hogy be tudnánk indítani itt. Nagyon-nagyon sok tehetséges kislány vész el pont emiatt, hogy valami okból kifolyólag nem tudjuk beindítani ezeket a foglalkozásokat. Megtartott a szalagtűző ünnepségét az Árpád Fejdelem Katolikus Gimnázium és Technikum. A rendezvényen stábunk is részt vett. Megtartott a szalagtűző ünnepségét az Árpád Fejdelem Katolikus Gimnázium és Technikum. A tavalyi évben elmaradt, az idei tanévben pedig az őszi halasztás után, most február 18-án rendezte meg a gimnázium. A rendezvényen beszédet mondott Tóth Gabriella, a gimnázium igazgatója. Tisztelt jelenlévők! Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves szülőket, rokonokat, barátokat és iskolánk tanárait, akik eljöttek ma este együtt ünnepelni a 12-esekkel. Természetesen szívből köszöntelek benneteket is végzős diákjaink itt ezen a szép estén. Külön köszöntöm Domonics János urat, Kisterekváros alpolgármesterét és Tóth Szabolcs képviselőket. Sok szeretettel köszöntöm Karsai Károly diakónus urat, a Grosics kollégium igazgatóját. Iskolánk volt pedagógusait, minden kedves kollégát, vendéget, rokonokat, barátokat, mindazokat, akik személyesen itt vannak velünk, és mindenkit, aki az élő közvetítésen keresztül néz bennünket. Nehéz évről évre kiállni ide, és sok okosat, szépet mondani a végzősöknek és megjelent szeretteiknek, főleg azon nem könnyű évek után, amit az itt ülő 12-esek és mi pedagógusok együtt átéltünk. Már ez a harmadik tanév az életünkben, amit a világjárvány befolyásol. Szerencsére ebben az évben már nem kellett hosszasabban tantermen kívüli oktatást szervezni, de ettől még nagyon küzdelmes és embert próbáló hónapok vannak mögöttünk, és nem kevés akadály vár még ránk a hőnállított érettségi bizonyítvány megszerzéséig is, de biztos vagyok benne, hogy együtt ez is sikerülni fog. Mielőtt azonban a még előttünk álló és leküzdendő akadályokról beszélnénk, önfeledten szórakozzunk egy kicsit, és méltóan ünnepeljük meg, hogy ma megkapjátok életetek második szalagját. Ugye 18-19 évvel ezelőtt szüleiteknek nagy-nagy boldogságból csuklótokon meglátni az elsőt. Az a pici szalag elsősorban nekik volt jelzés arra, hogy ettől a pillanattól kezdve figyelniük kell rátok, törődniük kell veletek, felelősek értetek. Eltelt 18 év, meg annyi öröm, meghatottság, néha bánat vagy elkeseredés, de most itt álltok mindannyian előttünk. Az eltelt idő alatt szüleitek mindent megtettek annak érdekében, hogy diákéveitek szépen teljenek. Azt hiszem, hogy ma és itt is ők a legbüszkébbek rátok. Eltelt a 18 év, és most megkapjátok osztályfőnökötöktől a második szalagot. Ez a szalag egy szép emlék, egy tárgy, egy jelkép, de csak ideig óráig köt össze benneteket. A szeretet, a barátság, a hűség és a tisztelet az igazi összekötő kapocs, és a közös pont az iskola, ahol mindezek megszülethetnek. Én örülök, hogy számotokra, a ti életetekben az Árpád Fejdelem Katolikus Gimnázium és Technikum volt ez a közös pont, ez a szoros kapocs. Szeressétek ezt az iskolát, mert legszebb éveiteknek hű tanúja marad mindig, és őrzi legföltettebb titkaitokat is. Visszatérve a szalagra, amelyet hamarosan megkaptok a 11-esektől, ez egy jelkép, de nem csak a ti számotokra az. Mindenki mást is arra fog emlékeztetni, hogy viselője végzős diák. Felfogható egyfajta kitüntetésnek is, amire méltán lehettek büszkén, hiszen teljesítettétek az elmúlt éveket, kibírtátok tanáraitok törekvéseit, akik minél többet akartak megtanítani nektek. Túl vagytok a felelések és dolgozatok nagy részén, és készen álltok a folytatásra. 3 hónap még nagyon sok mindenre elegendő lehet. Még lehet új ismereteket szerezni, a már megszerzett ismereteknek pedig le kell tisztulniuk. Bizonyítsátok be, nem utolsó sorban magatoknak is, hogy képesek vagytok huzamosan, intenzíven, úgy szellemi, mint fizikai munkát végezni. Eme tulajdonság nélkül ma már az életben sem tudtok boldogulni. Ez lesz az elvárás veletek szemben, akár a sportpályákon, akár leendő munkahelyeteken,
akár leendő iskoláitokban. Legyen az érettségi vizsga egy olyan esemény az életetekben, amelyre nem pironkodva, hanem büszkén gondoltok vissza. Előre is köszönöm szüleitek, osztályfőnökötök és a kollégák áldozatos munkáját, de ezt nektek is meg kell tennetek, kedves végzősök. Büszkék vagyunk rátok, de ti se felejtsétek el, honnan jöttetek, és vegyétek nagyon komolyan a hátralévő pár sorsdöntő hónapot, hiszen közel már a cél. A mai este azonban legyen a vidámság és a jó kedvé, az elkövetkezendő hetek viszont és hónapok szóljanak már a tanulásról. Céljaitok megvalósításához, a felkészüléshez kívánok az iskola valamennyi dolgozója nevében jó egészséget, erőt, kitartást, hitet és sok szerencsét. Köszönöm. A szalagtűzés mellett a 12-esek több műsorral is készültek, felléptek a 11-es osztályok tanulói is, és szokásosan, mint minden évben, idén is köszönetüket fejezték ki a végzős diákok osztályfőnökük felé. A kóborkutyákkal kapcsolatos törvényekről szóló tájékoztatást hallhatják a következőkben. Tájékoztatás kóbor állatokkal és közterületre kiengedett állatokkal kapcsolatos szabályokról, a vonatkozó aktualitásokról. A település önkormányzat kóborállatok befogadásával kapcsolatos feladatait az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 28. törvény szabályozza, mely jogszabály az önkormányzat részére önként vállalható és kötelező feladatokat állapít meg. A település önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóborállatok befogadása. Az így befogadott kóborállatnak, amennyiben a befogadástól számított 15 napon belül, a kóborállat tulajdonosa nem válik ismerté, az állam tulajdonába kerül. 2022. január 1-i hatályba lépett a kóborállat befogadásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályról szóló kormányrendelet értelmében a kóborállatokkal kapcsolatos feladatok ellátását az önkormányzat megoldhatja saját ebrendézeti telep üzemeltetésével, illetve gyepmesterrel, de úgy is, hogy szerződés köt egy ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel. Az ebrendész feladata az ebrendészeti tevékenység ellátása és a település belterületének szükség szerinti rendszeres, de legalább két hetenkénti rendszerességgel történő bejárása az ott található kóbor állatok felderítése érdekében. Az ebrendésznek lakossági bejelentés alapján is ki kell mennie a helyszínre. A rendelet szabályozza az ebrendészeti telep működésének műszaki feltételeit. Az egészséges állatok befogadásától számított minimális tartási ideje 14 napról 46 napra emelkedik. Az állatokról részletes nyilvántartást kell vezetni, és fel kell őket tüntetni a kötelezően létrehozandó honlapon is. Minden ebrendészeti vagy gyepmesteri telepnek kötelező lesz sorszámozott, időrendi nyilvántartást vezetni a befogadott, illetve leadott állat fajáról, fajtájáról, ivaráról, koráról, ismertetőjeléről, egyedi azonosítójáról, immunizáltságáról, illetve befogadásának körülményeiről. Minden állat mikrocsippen megjelölve, veszettség ellen beoltva, ivartalanítva vagy ivartalanítási kötelezettséggel, féreghajtóval kezelve, írásbeli megállapodással adható majd örökbe, illetve a gyepmesteri vagy ebrendészeti telep Magyarországon bejegyzett szervezettől nem kérhet kihozatali díjat az állatért. Minden esetben törekedni kell az eredeti gazda megtalálására. A rendelet meghatározza a minimális ellátási követelményeket, valamint a csoportos tartás szabályait is, mely értelmében kizárólag azonosivarú, ivartalanított, egymással szemben agressziót nem mutató állatok kerülhetnek ugyanazon férőhelyre. Kistelekváros önkormányzat jelenleg is rendelkezik a rendelet hatálya által tartozó feladatot ellátó ebrendészeti teleppel, melynek 2022. július 1. napjától meg kell felelnie a rendelet szerinti az ebrendészeti telep működésére és a kóborállatok elhelyezésére vonatkozó feltételeknek. Ezen új feltételek túlnyomó részének jelenleg is megfelel az ebrendészeti telepünk. A jogszabályi új elsősorban adminisztratív kérdéseket érintő követelményeknek a megadott határidőig történő teljesítésére megtesztük a szükséges intézkedéseket. Ezáltal az ebrendészeti telepünk egyre jobban megfelel majd az elvárásoknak, és mind jobban szolgálja a kisteleki lakosok és egyúttal az állatok érdekeit. Méltó körülményeket, magas szintű szolgáltatásokat nyújtva. A kutya szökésének, a közterületre történő kijutásának megakadályozása az állattartó kötelezettsége, mint ahogyan a csippeltetés és az évenkénti veszettség elleni oltás beadatása is.
amennyiben a kutya az állattartási szabályok megszegéséből eredően 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz, a tulajdonos, a kutyatartó a felelős, és egyúttal kártérítési felelősséggel tartozik. Minden kutyatulajdonos, aki a felügyelete alatt álló kutyát a közterületre kiengedi és kóborolni hagyja, nem tartja be a felelős állattartás szabályait, szabálysértést követel. Kistelekváros önkormányzat, az ebrendészünk nagy figyelmet fordít arra, hogy a jogszabályi kötelezettséget az állat a kutyatartók betartsák. Ezért figyelem felhívással, szükség esetén szankciókilátásba helyezéssel, kötelezéssel, és csak a legvégső esetben szankcionálissal teszünk intézkedéseket arra, hogy a jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyó állampolgárokat a kisteleki lakosok védelme érdekében a jogkövető magatartásra rábírjuk. Minden előttünk ismerté váló és bizonyítható szabályszegés esetében elsősorban azt tartjuk szem előtt, hogy a meggyőzés eszközével lépjünk fel, és csak a legszükségesebb esetben tegyünk hatósági eljárásokat együttműködésre törekedve a kutyatartókkal. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a prevenciót. Így nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egyúttal mások védelme érdekében mindig előzetesen tájékoztassuk a kutyatartókat a jogkövető kutyatartásra, ezzel segítve felhívni figyelmüket az ezzel járó felelősségre is.